vendégünk Farkas Évi plusz size modell, aki kitalálta, hogy tulajdonképpen nem is plusz size kell, hanem cool size, azaz vagány méret. Szia, Évi! Na mi ez a cool size? A cool size fogalmát azért teremtettük meg, mert úgy gondoltuk, hogy egy kicsit kibővíthetnénk a plus size fogalmát cool size-ra, ami azt akarná, hogy minden nő, aki jól érzi magát a bőrében. Szóval lehet valaki nagyon sovány modell alkatú, nagyon szép. Milyen aranyosan rád mutat, lehet igen, valaki nagyon sovány. Igen, de így ez nagyon szép, és lehet mondjuk alacsony, kicsit kerekded, lehet annyira kerekded, mint én. Tehát, hogy ez így kortól és mérettől független. Tulajdonképpen akkor azt mondjátok, hogy minden nő fogadja el önmagát. Igen. Akkor ezzel a szó lényegében ezt akarja. Igen. Te mióta foglalkozol a modellkedéssel? 5 éve. Hogy 5 éve? Igen. És mit vettél észre, hogy ez a plus size megnevezés, ezt szeretik a modellek? Mert szerintem a legtöbb plus size modellnek gyönyörű formája van, és igen, teljesen átlagos és szép. És én kicsit ezzel a plus size-zal mindig olyan furán vagyok, hogy modellek vagytok ti is ugyanúgy, nem? Igen. Azért is gondoltuk ezt. Nem, Bodi Szilvi is modell. Tehát azért, azért ez egy nagyon tág kifejezés. Igen. Ma már mindenki lehet modell, táncos is egyébként. És énekesnő, vagy DJ. Úgy gondolom, hogy így a modellek ezt így nem kérik ki maguknak. Azt vettem észre viszont, hogy a fogalommal volt egy kis eltérés. Tehát, hogy a közembernek a plus size az már elég tág fogalom lett, és mindenkit belevesz az ő kis feje, aki nem plus size modell, hanem így bárkit, aki nem. Azért nagyon sok világmárka állt a plus size, meg most nevek nélkül tényleg láttunk olyan világmárkákat, akik testápolókat gyártanak, szappanokat, parfümöket, akik kifejezetten ilyen hölgyekre mentek rá. Te is egyébként hozzátenném, hogy szerintem pont a világ női lakossága az inkább a plus size-hoz közelít, mint a vékonyabbhoz, mint pucához. Hogy Évi fogalmazza. Egész nap ugrálok, úgyhogy nád van egyébként, amikor te mondjuk vigyáznod kell a súlyodra, fogyni akarsz, hízni akarsz, tehát ezzel te hogy vagy? Vagy úgy, ahogy esik, úgy puffan? Hát azért próbálok odafigyelni, nem arról szól a plus size modellkedés sem, hogy két kanállal hogy te kitűzöl egy súlyt, mondjuk x kilót, és akkor azt mondod, hogy túlléptem 2-vel, fogytam 2-t. Szerintem a súly az nem számít. Tehát, hogy ugye azt tudjuk ugye eleve, hogy az izom az sokkal nehezebb, mint a zsír, és hogyha valaki szép feszes, akkor tök mindegy, hogy 100 kiló vagy 50. Tehát mindenképp arra kell törekedni, hogy arányos legyen egy testalkat és feszes. De akkor oda szoktál figyelni a közösségre. Persze, mozgok rendszeresen és a kajálásra is. Mi a tapasztalatod? Magyarország az mennyire nyitott a plusz size modellekre? Vagy itthon is már elindult a? Igen, abszolút. 5 éve, amikor ugye elkezdtem, akkor ez még itthon nem volt, és hát ahhoz képest most, ahol tartunk, azért ez egy nagy haladás. Hát szerintem az egyre jobban nyit a világ. Tehát igen. Úgyhogy abszolút pozitív. Az ideje. Igen? Hát legalábbis szerintem én teljesen ledermedek néha egy modelltől. Nekem a két mosz sem feltétlen szép. Hát nagyon sok nem szép modellnő van, de és most nem az arcára értem, más az, hogy szép, és más az, hogy fotogén. Tehát azért óriási különbségek vannak. Most úgy döntöttem, hogy indítok egy ügynökséget, és nem csak a szép babarcú plus size modelleket keresem 38-56-os méretig, hanem abszolút a különleges arcokat is. Kim Kardashiannek van jövője akkor. Neki már megvan szerintem. Igen, nincs erre szüksége. Ő egyébként plus size vagy cool size? Kim Kardashian? Abszolút cool size. Cool size szerintem biztos. Felvállalja. Az biztos. Általában olyan ruhában jár, ami nem takar semmit. Egyszerűbb, ha nem vesz fel szinte ruhát. Mennyire szoktak mondjuk még az emberek Magyarországon megbottránkozni, hogyha mondjuk a kifutón mész te? Mert mondjuk ez külföldön teljesen elfogadott dolog, de azért Magyarországon, hogy ezzel kapcsolatban előbb beszéltünk, erre még azért nyitnak az emberek. Voltam már itthon is, szerencsére tavaly egy nagyon itthon nívósnak számított kifutón. Plus size modellként 3-an voltunk, és abszolút pozitívan fogadták. Ez egy jó dolog. Tehát, hogy teljesen az normális modellalkatók mellett mentünk ki mi is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ügyfél részéről és a közönség részéről. Én a közönségre voltam azért leginkább kíváncsi. Remélem azért a többi modell nem volt ellenséges. Nem, abszolút nem. Kedvesek voltak. Pozitívan élve meg ezt a dolgot akkor. Szuper. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, további sok sikert kívánunk az ügynökséghez, és minden cool size nőnek. Hajrá! Köszönjük szépen!